2020-hoz hasonlóan a 2021-es esztendőt is igencsak meghatározta a koronavírus járvány alakulása. Így a megszokottól eltérő módon folyt a kulturális élet a 17. kerületben. Ugyan az év első felében a legtöbb rendezvényre nem kerülhetett sor. A Vigyázó Sándor Művelődési Központ munkatársai mindent megtettek azért, hogy a pandémia enyhülésével kárpótolják a művészet és a zenekedvelő közönséget, aki 2022-ben is számos eseményre számíthatnak majd. Oh, the good life, full of fun, seems to be the idea. Január 9-én a Jazzpresso program sorozattal vette kezdetét a 2022-es év a Vigyázó Sándor Művelődési Központban, és azóta is töretlenül folyik a különböző események, kurzusok előkészítése a helyszínen, valamint a tagintézményekben egyaránt. Bár az elmúlt két esztendőhöz hasonlóan a járványhelyzet jelenleg is beárnyékolja a kulturális életet, Klein Marianna mégis pozitívan értékelte az utóbbi hónapok történéseit. Valójában mi nyáron kezdtük meg a klasszikus, hagyományos munkát. Nyilván igyekeztünk a nyári táborokkal segíteni a szülőket, hogy a gyerekek minél hasznosabban tölthessék el a nyári szabadidejük egy részét. És valójában az igazán a szakmai programok szempontjából az őszi évad beindulása jelentette nekünk az igazi kihívást. Nagyon-nagyon szerettünk volna minden alkalmat, minden napot, minden lehetőséget kihasználni, hogy fogadhassuk a látogatóinkat. Így aztán tényleg csúcsra járattuk, és megpróbáltunk minél több programot szervezni és megvalósítani. A gyakorta teltházas eseményekből is jól látható, hogy a pandémiából adódó korlátozásokat követően sokan várták már a megszokott, színvonalas rendezvényeket Rákos mentén. Igyekszünk inkább kisebb létszámú, kisebb közösségi programokat szervezni jó részt, de emellett azért óvatosan, de megpróbáljuk a színháztermi programjainkat is megvalósítani, hiszen azt gondoljuk, hogy így két év után nem csak a látogatóknak van szüksége arra, hogy járjanak az intézményeinkbe, hanem nekünk, akik itt dolgozunk, és nagyon-nagyon kiéheztünk, és nagyon hiányzik, hogy igazi, nagy, szakmai, jó programokat tudjunk megvalósítani. A soron következő nagyszabású kiállítás előkészítő munkálatai pedig jelenleg is zajlanak a Ballonyi Galérián. A Magyar Kultúra Napja az a mi szakmánknak egy ünnepnap, úgyhogy nagyon készültünk minden tagintézményünkbe is, így a Vigyázó Sándor Művelődési Központban is egy komoly és nagyon szép programmal. Azt gondolom, hogy hosszú évek óta mindig kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ezen a napon nagyon színvonalas, nagyon nívós kiállítással fogadjuk a látogatókat, így lesz ez most is, hiszen egy nagyon exkluzív, tényleg különleges kiállítási anyagot kaptunk Szőlősi Nagy Andrástól és Nemes Judittól. A Párizsi Magyarok című tárlat megnyitójára január 22-én 16 óra 30 perckor kerül sor, amit Csík János és a Mezzó zenekar koncertje követ majd az intézmény színház termében.